akitől száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Imádkozzunk. Hűséges Istenünk, mennyi édesatyám, a Te szavad, a Te igéd erős és hatalmas. Te szóltál és lett. Előállt minden a mi életünkben, mennyi és föld, teremtett állatok, természet és mi magunk is. Mert a Te szavad teremtő erő. Ha Te szólsz, akkor megremeg a puszta és a hegyek, megremeg a mi szívünk. Ha Te megszólítasz bennünket, és azt mondod, hogy békesség, akkor békesség lesz közöttünk, mert a Te szavad cselekedet, teremtő erő. A mi szavunk gyenge és bizonytalan. Ha mi megszólalunk, abban nincs teremtő erő. Nem lesz belőle világosság, hanem sokszor még sötétebb a sötétség, szürkébb a szürkeség. Mi szavunkkal nem tudunk békességet teremteni, és ha megszólalunk, rend helyett gyakran káosz lesz abból, ami utána történik. Mégis a Te szavad, mindenható, teremtő, szabadító és újjáteremtő Isten a mi szavunkon keresztül szól. Ahogyan szólt egykor a proféták és apostolok által, úgy szól ma is. Nem csak a szószékről, nem csak az úrasztalától, nem csak akkor, hogyha kezünkbe vesszük a Te igédet, és azt mondjuk, és arról beszélünk, hanem minden szóban, amit lelked által egymásnak mondunk, abban Te szólsz hozzánk és a másikhoz. Köszönjük neked ezt a csodát. Köszönjük ezt a lehetőséget, hogy mi lehetünk a Te igédnek tolmácsolói. Mi lehetünk a Te üzenetednek továbbadói. Hogy mi lehetünk életünk körülményeitől függetlenül azok, akik a Te szolgálatodat végzik ebben a világban. Kérünk Téged ma is a csodáért. Azért, hogy a halott betűből megelevenítő lélek legyen itt közöttünk, itt és most. Amen. Ige hirdetésre készülve a 25. Zsoltár első versét énekeljük testvérek fennállva. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. 25. Zsoltár első vers. Szól hozzánk a mai napra rendelt igeszakaszból, a Prédikátor könyvéből,
a Prédikátor könyvének 11. részéből, az első 5 versből, és János Evangéliumából a 3. fejezet 8. verséből a következőképpen. Adj élelmet, kenyeret a másiknak, mert idő múltával visszanyered azt. Hozd el 7 vagy 8 felé is, mert nem tudod, milyen csapás érheti a földet. Ha megtelnek a fellegek, esőt hullatnak a földre, ha ledől a fa, akár délre, akár északra, ugyanazon a helyen marad, ahová ledőlt. Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vett, és aki csak a fellegeket esi, nem arat. Ahogyan nem ismered a szél útját, vagy a csontok formálódását, a várandós asszony méhében, épp úgy nem ismered Isten munkáját. És az új szövetségi ige szakaszból így szól hozzánk Isten igéje, a szél fúj, amerre akar. Hallod zúgását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Eddig Isten igéje. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek! Egy első találkozáskor, hiszen én még soha nem jártam ezen a településen, talán a tollai dombok azok, amiket még az egyházkerületből legkevésbé ismerek, úgyhogy várom meghívásokat a kedves gyülekezetektől. Mivel kezdhetnénk, mint hogy megkeressük azt, ami közös. Azt, ami bennünket összehoz. Azt, ami bennünket egy közösségé tesz, és akkor sok mindent föl lehet sorolni, amiből közösség épülhet, amiből azt mondhatjuk, hogy hát mi természetesen összetartozunk, nekünk mondani valónk van egymásnak, mi értjük egymást. Ez lehet a származásunk, a létünk, mint magyarok vagyunk, ez a legmagától érhetődő dolog, bár ez a vidék, ezt már megtanultam, abban különleges, hogy az a kevés német eredetű, német ajkú református, aki ide érkezett annak idején a betelepülésről, a török hódításnak a vége után, az éppen Tollába érkezett. De a magyarságunkon túl persze a történelmünk, a kultúránk még velük is összeköt bennünket, mégis, ha egy magyar református, vagy azt is mondhatnánk, hogy a világon bármelyik református megkérdezi a másikat, hogy mi közünk van nekünk egymáshoz, akkor ha nem mondani akar valamit, akkor fölemli a Bibliáját, és azt mondja, hogy ez. A Biblia, a Szentírás, Isten igéje. Nem ugyanazt jelenti ez a három szó, mégis elvezet bennünket egy úton, addig az élő üzenetig, amivel Isten bennünket meg akar szólítani. És hogy valóban közös legyen Istennek az üzenete számunkra, arra van egy szép ősi egyházi rend, több mint 2000 éves, minden napnak megvan a maga igéje. Minden napra van egy arra rendelt ige szakasz, még ha más rendben is olvasunk ezt, mint a katolikus testvéreink, de nekünk is megvan a napnak az igéje. A napnak a tápláléka, azt is mondhatnánk, hogy a napnak az áldása. És ez azért fontos, mert hogyha valaki beépítette az életének a rendjébe, nem csak, hogy felkelés után oda teszi a kávét, vagy a teját, vagy legalább egy pohár vizet csak megiszik, hanem azt is beépíti az élete rendjébe, hogy kinyitja a Bibliát, ma már akár az interneten is, és elkezdi olvasni a napi igét, akkor arra gondolhat, hogy nem vagyok egyedül. Nem vagyok egyedül magyar református, nem vagyok egyedül református keresztény, mert a világ minden táján, ahol magyar reformátusok élnek, ugyanaz szerint a rend szerint olvassák a Bibliát. Olyan jó érzés ezt tudni, és erre gondolni, éppen a napokban jártak itt Budapesten, a világ magyarságában, szétszóratásban élő református testvéreink, lelkipásztoraink, és együtt örültünk a napi ige áldásának. Hogy milyen különleges dolog, hogy Torontóban, Kanadában, meg Ausztráliában, Melbourne-ben, meg Sydney-ben, meg a többi nagyvárosban, de Kolozsváron is, meg Beregszászon, meg éppen délelőtt Kórógyon is, meg Budapesten, meg Tolnában olvashatjuk ugyanazt az igét.
És akkor már is van egy olyan közösség, amiben bele lehet gondolni, hogy mit mond nekem az ige, és mit mond annak a másik embernek az ige, aki most a világ valamelyik táján éppen ezt a történetet, ezeket a mondatokat olvassa. És nem véletlenül említettem ezt a két kontinens, ezt a két országot, Kanadát és Ausztráliát, mert milyen csodálatos dolog, hogy amikor a történelem viharai szétszórnak bennünket, itt a szélről olvasunk, amely ide-oda fúj a világba, és bizony fújja az embereket is, a történelemnek a szele, vagy a sors szele, ahogy szoktuk mondani, elfújta a magyarokat Kanadáig, meg Ausztráliáig, és mind a két helyen templomot építettek. Hol van még egy olyan nemzet, amelyik a 21. század elején új templomot épít? Új magyar református templom épül az elmúlt évben Kanadában, ebben az évben Ausztráliában, és ott tudtuk olvasni a napi igét, ott volt az az üzenet, aminek mindannyian tudtunk örülni. A napi ige áldására azt is lehet mondani, hogy tükör. Belenézünk, és meglátjuk magunkat úgy, ahogy valójában vagyunk. Mert azok a tükrök, amik az emberi kéznek a munkái, nem biztos, hogy úgy mutatnak bennünket, amilyenek vagyunk. Lehet, hogy torzak, lehet, hogy homályosak, lehet, hogy szebbnek látjuk benne magunkat, mint amilyenek vagyunk, lehet, hogy csúnyábbnak, azt mondják a statisztikák, még ha nehéz is elhinni, hogy a férfiak manapság több időt töltenek a tükör előtt, mint a nők, bár így lenne ez a bibliai tükörre. Belenézünk, és azért látjuk úgy magunkat, amilyenek vagyunk, mert úgy látjuk magunkat, ahogy Isten lát bennünket. És ez a mi valóságunk. Sok mindent lehet, szereteket játszani, így, úgy, mutatni magunkat, így, úgy, valamilyen módon egy más képet kialakítani, hogy kifelé legalább valami védelmünk legyen a külvilággal szemben, és mi is félreismerhetjük a másik embert, így vagy úgy, rosszabbnak vagy jónak, kellemesebbnek vagy kellemetlennek. De a bibliai ige tükrében azok vagyunk, akinek Isten lát bennünket, és az a mi valóságos életünk. És ha elénk tartja ezt a tükröt a napi ige, akkor megkereshetjük benne az igazi arcunkat. És ha, amikor én ma reggel, meg már készülve az előző napokba, ezt az igét elővette, hogy ez lesz a mai napi ige, akkor az első kérdése ennek az igének az, ne vondd meg a fele barátoktól a kenyeret, hanem add oda neki, küld el. Itt a Ószövetség tudós lelkipásztorotokban óvatosan mondom, hogy az eredetiben a tenger szó is szerepel, az a tapasztalata ott annak idején az ókori embernek, hogyha valamit elengedünk egy ilyen kis csónakként a tengeren, és van benne valami kenyér, akkor az előbb-utóbb a hullámok visszahozzák. És erre a képre utalva azt mondja a prédikátor, hogyha adsz valamit a másik embernek, az sokszorosan fogod visszakapni. Ezzel az ígérettel jöttem én is ide, mit adhatnánk egymásnak? Mi az a kenyér, amit mi egymásnak adunk, és én ezt tudtam idehozni, az élő kenyeret, Jézus Krisztusnak az igéjét, amiben van aggódás, ami egyházunknak a sorsáért, van hálaadás azért, hogy mi mindenre vagyunk még mindig képesek, hogy megtegyük, hogy egyházunkban nem csak fogyás van, hanem növekedés is, meg erősödés is, meg új templomok is vannak, meg új gyülekezetek is vannak, és van leginkább hűség. Ezért adjunk most hálát. Hálát adhatunk persze azért is, ha ezt vagy azt a munkát elvégeztük, de ha nem lennének hűséges reformátusok, ha nem lennének hűséges lelkipásztorok, akkor hiába lennének az épületeink, akkor hiába lennének az intézményeink, akkor hiába lenne az építkezés, úgyhogy elsősorban, amikor ma hálát adunk, és én is ezt a hálát hoztam ide, akkor adjunk hálát a hűségért. Hogy Isten megtart bennünket, és mi az ő hűségéből, ami ránk vonatkozik, ami bennünket tart meg, abban mi meg tudtunk maradni. Ezt a kenyeret, Istennek az igéjét csak szeretetből lehet adni, hogyha azt akarjuk, hogy mindenki lejöjjön az ige körén,
oda telepedjen, mint egy terített asztalhoz, mert Istennek az igéje az olyan, mint a terített asztal. Mindig megtaláljuk rajta azt a táplálékot, amire szükségünk van. Ezért, ha imádkozunk valamiért ebben a világban, ami egyházunkban, eldöntötte a legfőbb törvényhozó testületünk, a zsinat, hogy a következő év, azaz élő igének az éve lesz, akkor bármilyen furcsa, éhségért. Éhségért imádkozunk. Azért imádkozunk, hogy ébredjen föl bennünk, közöttünk és körülöttünk a világba a vágyakozás arra, az éhség arra, hogy mondjon már valaki igaz szót. Mondjon már valaki úgy igaz szót, hogy annak ereje is van. Hogy az képes megtartani egy közösséget. Hogy az képes bennünket úgy fölkészíteni, találcsolni, olyan bölcsességgel ellátni, hogy ne csak a holnapi lapot lássuk magunk előtt, hanem az életünket úgy lássuk magunk előtt, tükör, ahogyan az van, és abból el tudjunk indulni. Olyan úton, azon az úton, amit az Úristen rendelt nekünk. Ehhez kell a napi ige. Ehhez kell az igének a tápláléka, és hogyha mi együtt köré tudunk telepedni, örömmel olvastam, hogy egy kis körbeli, vannak, akik együtt tanulmányozzák hetenként a Bibliát, abból jön ez az erő. Amikor éhséggel és figyelemmel és alázattal közelítünk hozzá, mert tudjuk, hogy az nem a mi tulajdonunk, de mi kapjuk ajándékba. Ezért az élő ige éve. Azt gondoljuk, azt valljuk, hogy a legnagyobb szüksége a világnak és nekünk magunknak is arra van, hogy olyan igaz szót kapjunk, olyan igaz szót halljunk, aminek ereje van az életünkben, amely képes megváltoztatni megváltozhatatlannak tűnő dolgokat, ami lehúzzák az életünket, ami megnehezítik, megterhelik az életünket, amik akadályoznak abba, hogy mi tovább menjünk, hogy mi elinduljunk, hogy azon az úton menjünk, amit az Úristen nekünk elkészített. Mert a keresztény életnek ez a csodálatos titka, ez a csodálatos rendje, hogy az ember akkor igazán szabad, a keresztény ember, ha azon az úton megy, amit az Úristen neki rendel. A mi egyházunkról azt szokták mondani, hogy abban a különleges szóban, a predestinációban, az eleve elrendelésben valami fajta determinációt az ember, valami fajta isteni rabszolgává próbálják tenni, pedig pont az ellenkezőjéről van szó. A mi látásunkban, ha belenézünk ebben a tükörbe, azt látjuk, hogy az Úristen már születésünk előtt elkészített azt az utat, azt az életet, amit nekünk szánt. Ami nekünk a legjobb. És ha azt az életet éljük, és nem valamilyen másik életet, akkor bontakozik ki. Az életünk a maga teljességében, akkor leszünk a fele barátainknak, az embertársunknak, a családunknak, a munkatársainknak, a környezetünknek áldássá, hogyha azt az utat járjuk. És ha más útra tévedünk, akkor bizony fogságba esünk. Akkor bizony úgy tekintünk majd a saját életünkre, hogy miért itt vagyok éppen, és miért nem valahol máshogy. Annak az útnak a megtalálása, amit az Úristen rendelt nekünk, az nem megy másképp, csak ha letelepedünk az ige köré. Amikor ebbe a tükörbe, a Prédikátor könyvébe együtt belenézünk, akkor mintha valamifajta pessimizmus áradna elsőre belőle, itt is azt olvassuk, hogy nem tudjuk befolyásolni a dolgoknak a menetét. Nem tudjuk, hogy mi lesz, az Úristen tudja, hogy mi lesz, de mi nem tudjuk, nem mi döntjük el. És hogyha valaki úgy gondolná, hogy ez pessimizmus, de aztán körülnéz a világban, akkor azt mondja, hogy inkább ez a realizmus. Inkább ez felel meg annak, ahogy valóban a dolgok vannak a világban, aránylag könnyű belátni, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mi lesz. Emlékszem gyermekkoromban, amikor én is egy kis falusi templomnak az ajtajába áldigáltam édesapám mellett, aki a lelkipásztor volt. Szilveszter estéjén az istentisztelet után jöttek ki a gazda emberek, és mindig füleltem, hogy na milyen jót kívánnak egymásnak az új esztendőre. Hiszen akkor is ismertem egy kicsit ebből az amerikás világból, hogy boldog új évet, jaj, jövőre biztos minden sokkal jobb lesz, mert hogy
mi különbség lenne a között, hogy december 31-ig után január 1-ig következik, de mégiscsak Happy New Year, küldték nekünk a lapokat ott az amerikai rokonság, meg már arról is olvastam, és mindig gondolkodtam rajta, hogy mit kívánnak a kínaiak egymásnak. Az új esztendőben azt kívánják, hogy azt kívánom, hogy izgalmas legyen az élete. És amikor az ember ennek örül, akkor kiderül, hogy ez egy átok formula. Mert az izgalmas életben nagyon sok veszély van, és nem biztos, hogy jól jár az ember. Ők inkább a nyugalom a jó dolog. A magyar vidéki ember meg legalábbis ott nálunk, fönn azon a borsodi tájon azt mondta, hogy csak rosszabb ne legyen, tiszteletes úr. Ez volt a jó kívánság. Mennyi realitás van ebben? Mert mi magyarok hozzászoktunk, hogy ha nagy változás van, akkor általában rosszul jövünk. Úgyhogy ha már eddig megértük az életünket, akkor csak rosszabb ne legyen. De az Úristen nem ezt akarja nekünk. Ő valami mást szeretne, ő akkor, amikor az életünkről gondolkodik, akkor azt szeretné, amit itt olvasunk Istennek az igéjébe, ahogyan válaszol itt a szélnek a hasonlatára, János evangélista, igen, nem tudjuk. A szél innen jön, onnan jön. Az eredeti kép a prédikátor könyvében az, hogy aki nagyon törekszik valamire, az olyan, mintha a szél után futna, hogy tudná befogni a szelet. Isten igéje azt mondja nekünk, azt üzeni, hogy ne ezekben a dolgokban bízzál, ne úgy szaladgálj az életednek a céljai után, hogy vagy utoléled, vagy nem, hanem engedd, hogy az a szél, amely ugyanaz a szó a Bibliában, mint Istennek a lelke, a szelleme, az vigyen téged, az irányítsa. Hogy mit akar Isten a mi életünkben, azt akkor tudjuk meg, ha leülünk együtt az ige köré, beletekintünk ebbe a tükörbe, képesek vagyunk együtt hallgatni, és akkor megértjük, hogy mindenek előtt, és elsősorban szabadítást akar, üdvösséget. Azt akarja, hogy a mi életünk az megszabadulva azoktól a külső és belső kényszerektől, amik nem engedik, hogy arra az útra lépjen, amit ő elkészített nekünk, azoktól megszabaduljunk. Ez az, amit leginkább akar, mert aki lélektől született. Aki lélektől született, az olyan, mint a szél, olyan utakra megy, amit talán nem is gondolt korábban az életében, új utakat készít annak, aki lélektől született. És ott is egy bölcs ember volt abban a történetben, ahol ez a mondat elhangzik, a Izrael népének egy bölcs tanítója, és amikor azt hallotta Jézustól magától, hogy szükség neked újonnan születni, akkor elgondolkozott, hogy hogy lehet ilyen ostobaságot mondani egy rémülő embernek, vagy bárkinek ebbe a világba. De Jézus újra és újra megpróbálja nekünk elmondani, hogy mit is jelent belülről. Belülről megváltozni, belülről úgy átalakítani az életünket, hogy abban lesz egy nyitottság. Lesz egy nyitottság arra, hogy mit akar velünk tenni Isten. Az, hogy mindaz, ami jó a mi életünkben, az megvalósuljon, ahhoz ez a lélektől születettségnek az állapota kell. És hogyha azt kérdeznénk, hogy de miben változik meg az életünk azután, hogyha ez a lélektől születés valósul meg benne, akkor valóban úgy van, ahogyan az első keresztények életében és az új szövetségi ige szakaszok újra és újra mutatják nekünk, hogy új utakra viszi. Istennek a lelke új utakra viszi a keresztényeket, és miért ne vihetne minket is új utakra? Olyan utakra, amik nincsenek benne, ami emberi kalkulációinkban. Ez az első lépés, ezt kell nekünk együtt megtenni. Milyen sokan adták az okos tanácsokat akkor, amikor a népszámlálásban mindegy, hogy így vagy úgy értjük az adatokat, mégiscsak azért kevesebben vannak, akik vállalják, hogy ők reformátusok, hogy ők keresztények, hogy milyen új stratégiát kellene elkészíteni. Pedig az első lépés az lenne, hogy leüljünk Isten igéje köré, és őt kérdezzük meg a stratégiáról, hogy nyitva tartsuk az életünket arra, hogy ő milyen útra akar vezetni bennünket, ami lehet, hogy nincs benne, ami okos kalkulációban.
És ez nincs másképp a személyes életünkben, se nem csak a közösségi életünkben. Megvannak az elképzeléseink az életünkről, arról, hogy hogyan képzeljük még idősödő emberként még a maradék időt az életünkben, a holnapi prédikátor rész, az különösen szomorkásan, rezignáltan mondja majd el, hogy is halad az ember az életének a vége felé, és aztán végig gondolja, hogy ha még adatik ennyi, annyi vagy amannyi idő, akkor abban még mi fér bele? Aztán vannak a fiatalok, akik meg inkább elképzelik azt, hogy még évtizedekre előre milyen életet szeretnének maguknak. Isten igéje meg azt mondja, hogy engedd. Engedd, hogy a lélek vezessen téged. Ez az engedés, ez valahogy, mintha a legnehezebben esne az embernek. Csinálni, teremteni, alakítani, akarni, majd én megteszem mindazt, amire úgy gondolom, hogy szükségem van, az egy sokkal egyszerűbb, egy sokkal magától értetődő emberi hozzáállás. És ha a prédikátor valamire tanít bennünket, akkor arra, hogy a keresztény élet újra és újra ezzel a szent passzivitással kezdődik. Azzal az elengedéssel, amikor a kezünket, az életünket, a karunkat kitárjuk, és azt mondjuk, hogy Úristen, add nekem azt, amit nekem szántál. Mert egészen biztosan az lesz a legjobb az én életemben. És amikor erre a gyülekezetre gondolunk, amikor a Tolnai Egyházmegyére, ami egyházkerületünkre, az egész magyar református egyházunkra gondolunk, akkor miért ne kérhetnénk azt, hogy az legyen, amit Isten akar velünk, az történjen meg közöttünk, mert egészen biztosan azon lesz az áldás. Amen. Imádkozzunk. Hűséges Istenünk, mennyi édesatyánk! Próbáljuk mi azt a bölcsességet, amit valamikor, valahol őseink vagy mi magunk is a Te igédből vettünk, bölcs mondásokba önteni, elmondjuk és talán még komolyan is veszünk, hogy ember tervez, Isten végez, de ebben inkább valami rezignáltsága, valami lemondás, hogy hiába igyekszünk, hiába akarunk, nem biztos, hogy úgy lesz, ahogy mi gondoljuk. Aztán, ha másképp lesz, akkor valamilyen módon oda kavarjuk ezt az eredményt a Te neved alá, és akkor kimondjuk, hogy sors, Isten, szerencse, fátunk, ki tudja, hogy mit használunk erre. De mi tudjuk és valljuk, hogy Te nem ilyen Isten vagy. Te nem a sorsnak az Istene vagy, a véletlennek, a szerencsének, vagy ki tudja minek az Istene, hanem Jézus Krisztus Atya, aki nekünk elsősorban és mindenek előtt szabadítást akarsz, üdvösséget akarsz adni. És a mi utainkat tudod úgy alakítani, ha mi ezt engedjük, hogy azok hozzád visznek. Hozzád és azokhoz, akiket ránk bíztál. Így kérünk most téged mindannyiunkért, akik itt vagyunk ebben a templomban, egyen-egyenként azt az utat mutasd meg nekünk. Engedd, hogy a mi lábunk arra az útra térjen, azon menjen, azon járjon, amit Te készítesz nekünk. Mert ott van a szabadság. Mert ott tudunk abban a rendben élni, amit az általad ajándékba adott szabadság teremt. És kérünk ezért a közösségért, ezért a gyülekezetért és a mi egyházunk közösségéért, hogy mi is így keressük az utat. Együtt. Együtt leülve a Te igéd köré, az élő szabad köré, ott ismerjük fel a Te akaratodat. Adj éjséget. Adj éjséget közénk, adj éjséget körülöttünk ebben a világban, hogy az az igaz beszéd, ami a Te igédből jön, az erejével, a gyönyörűségével, a szépségével megfogja az embereknek a lelkét és vágyat ébreszem bennük a Te utadon járni. Így áld meg ezt a gyülekezetet, így áld meg egyházunkat és nemzetünket a Te kegyelmedből. Amen. Imádkozzunk most együtt testvéretel az Úr Jézusról tanult imádságot, a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindenökké. Amen. Énekeljük testvérek a 167. énekünket, a 167. énekünk mindhárom versét. Jöjj, mondjunk hála szót, hű szájjal és hű szívvel. Az új énekes könyvben ez a 280. Gábor ZRT segítségével sikerült elvezetni a csapadék vizet a templomtól, és így módon meghosszabbodott az élete, úgy is mondhatnánk, hogy megmenekült. Megmenekült a falu egyik évszázadokon át iránykutató épülete, ami református templomunk. Mint templom, kulturális örökségünk jelképe. Nemzeti kultúránk, de egyben európai kultúráltságunk és elsősorban természetesen hitünk terjesztésének szimbolikus helyszíne. Hisszük, hogy nem csak a dicső múltat és a mostani felemelő pillanatot, hanem a biztos jövőt is jelenti ez a templom és általában a templomok. Mindannyiunk számára és ebben az örömben tartottuk meg Isten segítségével hálaadó Isten tiszteletünket. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy köszönhetem a templomban
Balogh Zoltán püspök urat, aki sokirányú elfoglaltsága ellenére az ő testvéri szeretetével elfogadta meghívásunkat. Kívánom, hogy Isten adjon neki a továbbiakban is erőt, és meg tudja őrizni ezt a csodáli való lendületet, fáradhatatlanságot, amely kell is az egyház élén. Nagy tisztelettel köszöntöm Rácz József esperes urat, aki tisztségét szintén szolgálatnak tekinti, és ezt mi kölesdiek is érezzük. Hasonlóan van felesége, Ildikó, őt is ugyanígy köszöntöm. Köszöntöm hasonló tisztelettel és szeretettel Szalai Géza főjegyző urat, Csuprik László egyházmegyei főgondnok urat, és valamennyi lelkész kollégámat, testvéremet, akik ma el tudtak jönni. Közülük, közületek, megemlítem Zeilinger Antal tiszteletes urat, aki előttem szolgált ebben a gyülekezetben, és Böger Antal tiszteletes urat, aki szintén itt szolgált 1989 és 92 között. Ő nem tudott eljönni, de kérte, hogy üdvözletét adjam át, és azt, hogy velünk örül, mert már az ő idejében is nagy gondot jelentett a csapadék víz a templom körül. Természetesen gyülekezetünk nevében hasonlóképpen köszöntöm a lelkészfeleségeket, a főgondnokokat, a presbitereket, egyháztagokat, egy szóval minden kedves református testvérünket, aki csak a megyéből vagy távolabbról érkezett. Köszöntöm Pádi Gábor urat, aki kivitelezője volt a projektnek, és bár nem láttam, de bizonyára megérkeztek dr. Vizi Márta és dr. Gere László szakértőket. Köszöntöm Greifenstein József polgármester urat, és dr. Kiszler Gyulát és Évanérit kedves feleségét, akik nem csak a testületből, hanem mint keresztény emberek érkeztek. Köszöntöm szeretettel a sajtó képviselőit, a Tolnatáj Televízió és a Tolnai Népújság részéről. Nem hagyhatom ki, hogy hálásan köszönöm meg azoknak a kölesdi református testvéreimnek a segítségét, akik az elmúlt időszakban ezt az ünnepséget segítettek előkészíteni, és fáradhatatlanul dolgoztak. Hirdetem, hogy tegnap Bölcskén 92 fiatallal dicsértük az Isten, köztük 4 kölesdi is volt. Holnap egy bizonyságtételt hallhatunk itt a templomban egy hívő asszonytestvérünktől. A már megkölesden lakó Mester Gábor most nem tud eljönni betegség miatt, az övét majd adventben hallgatjuk meg. 26-án Szabó Pál tiszteletes úr hirdeti az igét, mert én vidéken leszek. 10-én karácsonyi koncert lesz a templomunkban 15 órakor, amelyet Gyula bácsi doktor úr szervez. December 3-án presbiter választó közgyűlés lesz nálunk, én a kurszióban voltam, de elég időben vagyunk így is, az Isten tisztelet után. Ezután, az Isten tisztelet után mindenkit szeretettel várunk a parókia gyülekezeti termében. Ott falatozás és kávéfogyasztás közben lehet püspök úrral és egymással találkozni. Püspök úr jelezte, hogy később szeretne a kölesdi egyház község képviselőjével is beszélgetni. Végül hadd adjam át püspök úrnak szeretett főgondnokunk, idősebb Baranyai József ajándékát, aki bármennyire is szeretett volna, nem tud itt lenni a templomba megromlott egészségi állapota miatt. Ez házi termelésű. Így jelképesen ő mégiscsak itt van, de örömmel és büszkeséggel szokta emlegetni, hogy egyszer találkoztak Déván. Most megkérem dr. Sánta Konrád testvéremet, hogy Józsi bácsi helyett szóljon pár mondatot, mint az elnökség reménybeli tagja januártól. Áldás békesség! Baranyai Józsi bácsi nevében szeretném köszönteni a gyülekezetet, tisztelt püspök urat és tisztelt esperes urat. Egy rövid igével gondoltam, mégpedig a 127. Zsoltár első és második versével. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost,
hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad elevet. Óriási a hála a szívünkben, hogy amit láttuk, a lépítők már fáradoztak, és könyörgünk a mindenható Istenhez, hogy ne ítérjen meget, hanem ő is építse tovább ezt a házat. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! A fáradozó építők egyikét, illetve vezetőjüket hívom, Pádi Gábor urat, hogy ismertesse ezt a munkának sorozatot. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, Bárdás Békes, és sok szeretettel köszöntök mindenkit, Püspök urat, és a megjelenteket. Pár szóban szeretnék arról beszélni, hogy valósulhatott meg ez az építkezés, mert ez tulajdonképpen egy csapatmunka volt. Mi kell ahhoz, hogy egy templom megújuljon? Hát kell egy kormány, aki a kulturális örökségére és főleg az egyházi ingatlanok megóvásáért. Pályázatok útján segít a kormány, ez éppen a Betlen Gábor program keretében tudott megvalósulni, de pályázni is kellett, kell egy lelkes lelkész, prezsbiterek és a gyülekezet tagjai, akik megállották, elhatározták, hogy bárkodik ezzel a templommal, valami kezdeni kell, mert ennek rosszú éve lesz, ha a fizet nem vezetjük el és a lábadatot nem csináljuk meg. Szerencsére 10 évvel ezelőtt történt egy felújítás a templom híjazata, kinek cserélve, felülről már nem ázott, de alulról igen. Meg kell említeni, hogy a csapatmunkában részt vett egy úr, aki a Géznának személyes, a lelkész úrnak személyes barátja, Szegedről ingyen megcsinálta a pályázatot és nyertek. És akkor közbejött a Covid. És ment az idő, kivitelezést nem lehetett elkezdeni, le volt állítva az építőipar úgy félig meddig, és jött az átadási idő, az elszámolási időszak, és megint csak az emberi kapcsolatok és a barátságok. Lelkész úrnak és nekem van egy közös ismerősünk, aki tudta, hogy mi foglalkozunk most már 15 éve, 13 éve, kizárólag szinte csak műemléképületekkel, egyház és különböző homlokzatokat csinálunk, és elég sokat, mint pályázatokon keresztül. Összehozott bennünket, eljöttem, és a presbiterekkel és a lelkész úrral megbeszéltük, hogy mi az a műszaki tartalom, ami meg tud még valósulni abból a pénzből, hiszen eltelt 3-4 év, és az építőipar ugye egyre drágább lett. Meg kellett még terveztetni. Itt megint egy érdekes emberi kapcsolat. Abban az időben az építőipar szárnyalt, nem lehetett tervezőket találni, nem lehetett kivitelezőket találni, és a pécsi katolikus püspökség volt főépítésze, aki Bonyhádi bevállalta a tervezés soron kívül. Sikerült nagyon gyorsan a kulturális örökségvédelemnél megszerezni rá a pecsétet, és befejezni azt a munkát, aminek erre a templomra nagyon-nagyon szüksége. Ennek a templomnak nagyon-nagyon szüksége volt. Ez a templom megérne egy kicsit több forrást is, megérdemelne, hiszen egy nagyon-nagyon szép templomról van szó. Reméljük, hogy a következő időben ismét lesznek pályázatok, ebbe tudunk már segíteni újra, és reméljük, hogy lesz forrás arra, hogy a templom kívülről is, meg belülről is teljesen meg tudjon újulni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy részt vehetünk ebben a munkában, és remélem, hogy sokáig fogják tudni egészségben használni ezt a templomot. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Talán közhely, de kicsit hazajövök, ugye, a feleségem révén kötődöm Kölesthez, és azt nem mondom, hogy minden kölesdi a barátom, de sokakat ismerek. Legfőképpen az jelentett sokat számomra, hogy most az orgonánál a nyugalmazott evangélikus lelkipásztort láthatjuk és hallhatjuk, Szabó
pár testvérünket, köszönjük szépen az itt végzett szolgálatot, és köszönöm az építőkét is, és köszönöm mindazokét, akik itt vagyunk, vagytok, akik segítettétek imádsággal, bátorítással, hűséggel ezt a munkát, hiszen Tolnában, ebben a templom felújító munkában, ezekben a pályázatokban 16 templom újulhatott meg, református templomról beszélek csupán. Úgyhogy hálásak lehetünk Istennek, hálásak lehetünk az ő vezetéséért, és köszönöm püspök úrnak is, hogy ezt a meghívást újra elfogadta, és itt van közöttünk. Én remélem, hogy a következő esztendőben is sokat találkozhatunk, és lehetünk együtt ünnepeken, és az ő életére, szolgálatára is valóban Isten áldását kérjük, mert hát amit erőbedobással végzett püspök úr köztünk, és nem csak köztünk, hanem ahogy hallottuk a diaszporában lévő magyarok között is, az követhetetlen sokszor. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy most itt a mi kedves és szeretett dombjaink között lehetünk együtt, Istené a dicsőség. És a másik ige jutott eszembe, az újszövetségi mai ige, amelyben kiderül, hogy Pál apostol is rendelt úton jár. Azon az úton jár, amelyet Isten rendelt. Rómába kell menned. Egy lelkésznek a lélekmentés a legfőbb feladata, de aztán mindig beleesünk abba a helyzetbe, amit egy előttünk járó volt Somogyi Esperes testvérünk mondott, hogy a lelkész sok helyen nem bálványimádó lett, hanem állványimádó, bár a vízelvezetéshez most nem sok állvány kellett, gondolom, de más helyen ennél több nyilván. Úgyhogy ezekben a szolgálatokban kérjük Isten segítségét, és kérjük azt együtt, hogy Isten álljon mellettünk, és láthassuk az ő rendelt útjait. Ha nem kell, akkor nem kell. De ha lehetőség nyílik feladatok elvégzésére, és emberek, lelkek utánvaló szolgálatra és menésre, az nagyon fontos dolog. Akkor is, hogyha csupán csak egy asztal közösségi ember van a látókörünkben. És ezek is fontosak számunkra, hogy leülni egy asztalhoz, a nyitott Bibliához, imádkozni, dicsőíteni Istent, és keresni az ő akaratát, hogy abba hogyan tudunk belesimulni, mit tudunk elvégezni az ő dicsőségére és szolgálatára. Isten áldja meg így mind azokat, akik ebben a munkában részt vettek, akár csak Tolna megyében, de talán jobb, ha országosra nyitom ezt a blendét, a fényképezőgépen van ilyen, hogy láthassuk, hogy milyen nagy munkát bízott ránk Isten, és ha hűséggel maradunk meg benne, akkor ilyen hálás és hálaadó ünnepeink lehetnek, hogy hálás lehet a szívünk azért, hogy láthatjuk az Isten munkáját. És kívánjuk is ezen a helyen, hogy sok ember szívét érje el az a lélek, amiről hallhattunk, hogy az emberek ne a kárhozatba bújjanak, hanem Isten országába emeltessenek. És ez Jézus Krisztus által lehet. És ha őt követjük, ő él az szívünkben, akkor mennyei dicsőségben is részünk lesz, és boldog emberekként futjuk végig a pályánkat, ahogy Pál apostol is megfutatta ezt a pályát. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, és köszönöm, hogy
együtt lehetünk és együtt ünnepelhetünk. Köszönöm azt, hogy nagy tiszteletünk is beletette ebbe a munkába magát, és itt lehetünk és hálát adhatunk Istenért dicsőségért. Köszönöm. Köszönjük szépen a szavakat, testvérünk is. Szeretett testvéreim, emeljük fel szívünket és énekeljük el nemzeti imádságunkat a magyar hímnuszt. Isten áldását. A minden jóknak adója, a szeretetnek és a kegyelemnek Istene, áldjon és őrizzen meg titeket. Adjon nektek bölcs és hálás szívet a jó napokban, kitartást és reménységet a bajok idején. Áldjon meg titeket ti magatokban, testetekben, lelketekben, áldjon meg családjainkban, egyházunkban és nemzetünkben, és áldjon meg örök üdvösséggel, ott fenn a mennyekben, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Szeretett testvéreim, mielőtt lemennénk beszélgetni, vagy megtérnénk hajlékunkba, énekeljük el az Isten tisztelet végén a 471-es dicséretet, amely a 831-es az új énekes könyvben. Tehát a 471-es, azaz 831-es. Mind a négy versét, felbarátim, drága Jézus zászlaja vagy.